Hosszú húzavona után Palicson megkezdődött a női fürdő újjáépítése. Topolyán továbbra is probléma a munkanélküliség, az elmúlt időszakban sem csökkent az állástalanok száma. A községben jelenleg 3700 munkanélkülit tartanak nyilván. Ingyenes LBCL tanfolyamot indít márciusban a Szabadkai Probitas civil szervezet. Ez már a negyedik képzés, amelyet a Készfogás nevű IPA projektum keretében valósítanak meg. Két sikertelen közbeszerzési pályázat miatt több hónapot csúszik a palicsi női fürdő kivitelezése. A tavalyi tervek szerint a munkálatokat már márciusban be kellene fejezni. A határidő eltolódás oka, hogy csupán a múlt év végén sikerült megkötni a szerződést a kivitelezővel. Prilikom prva dva tendera izvođač, odnosno ponuđač, koji je tako reći bio pred zaključivanjem ugovora s obzirom na najpovoljniju ponudu, je odustao od potpisivanja ugovora. A obzirom da je bio uvek jedini koji je se javio na kraju, u drugi put je recimo 10 firmi otkupilo dokumentaciju, samo se ponuđač koji je na kraju odustao javio i dao ponudu, uvek se došlo u tu fazu da pred potpisivanje ugovora kada je taj ponuđač odustao od izvođenja radova, što je firmi Park Palić predstavljalo problem zato što je ponovo trebalo raspisivati tender i tek prilikom trećeg pokušaja se išlo na novčanu garanciju, odnosno novčani polog za ozbiljnost davanja ponude. Taj put je tender uspeo, tako da sad konačno imaju izvođača i radovi se odvijaju. Az első szakaszra, amelyben szétszerelik a konstrukciót, 32 millió dinárt hagyott jóvá a gazdasági minisztérium. A meglevő szerkezet nagy része újra felhasználható. U toku prve faze rade se radovi demontaže većeg dela objekta, osim dela mola, koji prema prema Jedriličarskom klubu taj deo mola sada neće biti rađen, ostalo se demontira, demontira se drvena noseća konstrukcija, 80% te noseće konstrukcije u dobrom stanju, što znači da će ona biti pažljivo demontirana i posle vraćena na objekat, ruši se nosiva ploča, vade se postojeći šibovi koji su devastirani, propali, i to su neki radovi koji su prvi na redu, zatim slede radovi na izvođenju novih šipova, izvođenju armirano-betonske ploče i vraćanje konstrukcije u prvobitno stanje. To su neki radovi koji se sada odvijaju. Što se tiče vraćanja konstrukcije u prvobitno stanje, to se dešava samo u ovoj fazi na delu B, odnosno na centralnom delu ženskog štranda, zatim sledi druga faza radova za koje iz Ministarstva ekonomije također su odobrena sredstva i ja verujem da bi radovi mogli biti okončani do ovog vremena sljedeće godine. A tervek szerint az első fázis májusra fejeződik be. A női fürdő teljes újjáépítéséhez még 30 millió dinára van szükség. Várhatóan egy év múlva készül el teljesen. A Palics Park Kft. Másik nagyszabású projektje a sétány rendbehozatala. Zamenjeno je kompletno 200 rasvetnih tela, postavljena su nova stilska i urađen je deo popločanja ispred velike terase. Ove godine se predviđa daljna realizacija projekta iz Ministarstva ekonomije. Predviđa se da dobijemo 60 miliona dinara, što bi bilo dovoljno za kompletno završavanje posla oko rasvete i popločanja nekih 6000 kvadrata po mojoj ovako grubej računici. Što znači, u planu je da se poploča deo glavna šetališna crta između vodotornja i velike terase, ali je uzdaha deo do ulice Jožefa Hegediša i ceo taj deo. Predviđeno je da se ove godine uradi još jedan deo koji je predviđen prema planu detaljne regulacije, to je razdvajanje staza za roleraše i bicikliste, što do sad nije bilo, i još neki radovi oko urbanog mobilijara. Znači, celokupno popločanje će biti izvedeno u ovom stilu kao što je to sada vidljivo i težište će ove godine biti na popločanje, a manje na rasveti. A palicsi turizmus fellendítését szolgáló wellness központ sorsa egyelőre bizonytalan, mivel a befektető szlovén cég visszalépett. Egy dopis je došao i kod ministra Dinkića i kod ministra Dulića i kod gradonačelnika Subotice u decembru prošle godine. Posle toga su još vođeni neki razgovori da se vidi šta je tu konačno i početkom januara je bilo više nego jasno da su oni iz nekih njihovih unutrašnjih razloga odustali od investicije koja je bila, kao što znate, pod pretpisivanjem
pred potpisivanjem negde, ja mislim 16. oktobra je trebao da bude potpisan ugovor. Oni su par dana svega ranije javili da odustaju od toga, a to je bilo zato, kako smo kasnije saznali, što se vlasnička struktura u okviru same firme promenila i što predstavnici, koliko ja znam, opet uz jednu ogradu, Železnica Slovenije, koji su većinski partner u vlasništvu firme, su doneli, tako da kažem, mišljenje na nadzorni odbor da oni trenutno misle da to nije nešto što treba da rade obzirom na finansijsku situaciju u kojoj se nalaze. Opet kažem, to je ono što je došlo do mene. Koliko je to bitno ili nebitno za nas, verujem da nije, bitno je da nastavimo sa ovim što smo počeli, da vidimo šta je sledeće što može da se desi na području Palića. Tokom, tako da kažem, pregovora sa firmom Termeolimi urađene su mnoge stvari. Ako hoćete, najvažnija je da je postignut dogovor posle više od 5 godina sa Hidrometeorološkim zavodom Srbije oko izmeštanja njihovog objekta sa te lokacije. To je jedna veoma bitna stvar koja je celo vreme kočila razvoj te lokacije. Postignut je dogovor s njima da se oni izmaknu sa lokacije. Izvršena je preparcelacija, urbanistički projekat, dobivena je nazad, tako da kažemo, od Rusa geotermalni izvori, pošto su greškom i oni u jednoj fazi privatizacije nisu završili kod njih. Uspeli smo da vratimo geotermalni izvori, odnosno pravo korišćenja, tako da mnogo stvari je urađeno. Sad samo treba videti od investitora koji su sada stvarni i realni, pojavljaju se u Ministarstvu ekonomije, šta će od toga biti. Po ono što je izvestno, da će u narednih par meseci ponovo biti raspisan javni poziv. A közgyűlés elnöke elárulta, hogy újabb komoly európai uniós cég jelezte, hogy részt akar venni a wellness központ kiépítésében. Topolyán az elmúlt időszakban sem csökkent a munkanélküliek száma. A községben januárban 3717 személy volt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat aktív munkakeresők listáján. A munkanélküliek csaknem egynegyede 4-től 6 évig vár, mire állást talál. Az egyik nagy üzletlánc nemrég 60 új munkahelyet létesített Topolyán, viszont ez sem csökkentette az állástalanok magas számát. A topolyaiak úgy vélik, manapság nagyon nehéz munkát találni. Júj, rengeteg, ez olyan probléma. Én nyugdíjas vagyok, a legkisebb nyugdíjat kapom, az is semmi. De hogy ezek az emberek miből élnek, vagy hogy élnek, ezt én nagyon szeretném tudni, hogy tudja valaki magát találni avval, hogy van, akiket hónapig nem fizetnek, van, akik csak bent vannak dolgozni, de bejelentve sincsenek semmire, se betegsegélyzőre, se hogy a nyugdíj alap menjen. Vannak itt 35-40 éves férfiak, nem is hogy nők, akik még mindig a szülők nyakán vannak otthon, mert azok lehet, hogy egy kicsit több nyugdíjat kapnak, vagy ha nem is, hát hova dobja ki őket az ember. Úgyhogy igen probléma. Sramota, šta se radi, ovde firme propale, zatvorene, prodaju se za bagatele i tako dalje. Mislim da je to, vidite, pogledajte samo ovaj hotel kako izgleda, pa pogledajte onaj Venus dole kako izgleda, pa da odete u Agrobačku, onaj servis njihov, pa to je haos. Mislim, to je sramota i za opštinu, i za državu, i za privredu, i za sve. Šta mislite, kaj će biti bolje? Pa ja mislim da će biti bolje, ali treba puno da čekamo. Treba sačekati puno da bude bolje. Da li će to neko uspeti da promeni da bude bolje ili neće, to je vrlo teško pitanje. Munkában nagyon nehéz, az biztos mindannyiunknak, fiataloknak is, főleg időseknek is, főleg az 50-en fölüli korosztály, azt hiszem, hogy nem igazán tud munkához jutni. Változás mikorral várható? Hát sajnos azt mondom, hogy korai változás biztos nem lesz, még ha bejutunk az Unióban, akkor sem látok konkrét változást a mi országunkon. Tehát még akkor is azt mondom, hogy a vajdaság egész jó helyzetben van viszonyítva Szerbiához. Hú, ez nagyon nagy probléma, mert hogy ezt nagyon jó volna rendezni, de hát ezt, tehát, hogy is tudnák ezt megoldani, mert ez a ezek a munka szervezetek, hogy főszámolták a meccsre. Most, hogy újra hogy lehetne ezt ilyen vállalatokat kiépíteni, hát ez nagy kérdés. Ön szerint nehéz ma munkát találni? Nagyon. Nagyon nehéz, mert
nagyon válogassák a népeket, hogy ki milyen amjácsával, és akkor még mennyi évvel rendelkezik amjácsra, és akkor még van olyan is sok, aki úgy gondolja, hogy hát nincs is hozzá képessége ahhoz, amit kérnek, vagy ígérnek neki munkát. Mire számít, lesz a javulás a közeljövőben? Hát nagyon jó volna, de kinézetre nem úgy néz ki amjácsra, hogy hamarosan változna valami. Neked van biztos munkahelyed? Én még egyetemista vagyok. Nem tudom, hogy lesz-e. Most ez egy probléma. Mire számítasz? Hát, nem tudom. Falvakba esetleg. De hát nem biztos ott se, hogy... Szerinted manapság nehéz munkába állni, vagy munkát találni? Hát az biztos, hogy munkahelyek megszűnnek. Tehát nincsenek. Gyárok se. Hát nagyon nagy haja. Nagyon nagy. Hát a fiataloknak főleg, mert még aki nyugdíjas valahogy, de fiatalok iskolába mennek, és munkahelyet nem kapnak, tanítassa szülő. Topolyán az időseken, illetve a friss diplomásokon kívül a fogyatékkal élők és a szakképzetlen személyek is nehezen jutnak munkához. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat több programmal próbálja segíteni ezeket a személyeket is. Januárban az Északbácskai körzetben 17.124 munkanélküli személy szerepelt a listán, Topolyán 3.717 és Kishegyesen pedig 2.134. Ebben az évben egy állásbőrzét szervezünk majd Topolyán és egyet Szabadkán. Azt is hozzátenném, hogy tavaly Topolyán szintén egy állásbőrzét szerveztünk. Ami a programokat és a pályázatokat illeti. Január 19-én jöttek ki a pályázatok, és február 3-án a pályázatok, amik a fogyatékkal élő személyek számára vonatkoznak. Topolyán körülbelül 60 fogyatékkal élő személy szerepel a listán, és tavaly 6-an helyezkedtek el, tehát 6-an kaptak munkát. Topolyán 2010-ben egy tanfolyamot is szerveztünk, ahol 6 személy kapott kiképzést keramikus szakmára, tehát ezek szakképzetlen személyek voltak, akik ezt a képesítést kapták ezzel a tanfolyammal. Itt lehet tudni, mikor lesz az állásbőrze. Ugye itt Szabadkán is, de ugyanúgy Topolyán is nagyon nagy az érdeklődés az ilyen állásbőrzék iránt. Hát pontos dátumot még nem tudok mondani, de körülbelül tavasszal, meg ősszel. Az egyik, az Topolyán gondolom tavasszal lesz, Szabadkán meg ősszel lesz az állásbőrze. Mennyire növekedett az elmúlt időszakban a múlt évhez képest a munkanélküliek száma? Körülbelül ebben az évben 900 személlyel több szerepel a munkanélküli listán. Mennyire várható még, hogy növekszik vagy csökken, mennyire próbálják az idén is programokkal csökkenteni a munkanélküliek számát? Hát mindenféleképp ezek a programok, amik tavaly is aktuálisak voltak, meg az idén is, elég sokat jelentenek. Tavaly körülbelül 900 személy kapott munkát csak programokon keresztül, és azon kívül még voltak olyan munkaadók, akik nem használtak semmilyen programot, tehát azon kívül volt még elég sok munkanélküli, akinek sikerült munkát kapni. Tehát itt volt a nagy munkaadó, ahol 180 személyt helyeztünk el, az a Metro, Kessenkeri, és Topolyán pedig a Mercator nagykereskedelem nyílott, ott 60 személyt vettek föl, és körülbelül fele volt a nyilvántartási listán. Mindenféleképp nagyon fontos az együttműködés, mert a munkanélküliség az nem csak a mi problémánk, tehát nem csak mi tudunk ezen segíteni, úgyhogy a többiek segítségét is várjuk, akik tudnak be részt venni ebben a probléma megoldásában. Azt említeném, hogy ami ezeket a programokat és a pályázatokat illeti, a munkaadók, akik Kishegyesen alkalmaznak például az új munkahelyek megnyitására, ott 200.000 dinárt kapnak egy személyre, Topolyán és Szabadkán meg 100.000 dinárt. Tehát ott
mivel hogy nem fejlett a község, akkor ott jobban motiváljuk a munkaadókat. Tavaly Topolyán az önfoglalkoztatási program keretében 13-an alapítottak vállalkozást. A község méretéhez képest azonban kevés a vállalkozó szellemű fiatal. Ingyenes EBCL tanfolyamot indít márciusban a Szabadkai Probitas civil szervezet. Ez már a negyedik képzés, amelyet a Készfogás nevű IPA projektum keretében valósítanak meg. Jelenleg a Probitas a képző képzése című képzést szervezte meg, ami felnőtteknek szól, felnőtt tanároknak szól a felnőtt képzési menedzsmentről és felnőtt képzés speciális módszereiről. Továbbá elindítottunk az Aranykalász gazdaképzést, és már elindult az ECDL tanfolyam is, ami ugye már egy számítógépes tanfolyam, és jelenleg épp az EBCL képzést hirdettük meg, úgyhogy mi már 30 plusz 15, 45 emberrel dolgozunk, 45 ember hallgatja az óráinkat. A 3 hónapig tartó magyar nyelvű EBCL tanfolyamra mindenki jelentkezhet, akinek legalább középiskolai végzettsége van. Felnőtteknek ajánljuk, mégpedig kezdővállalkozóknak, már gyakorlott vállalkozóknak, munkanélkülieknek, amennyiben szeretnének egy kicsit a gazdasági tudományokba is betekinteni, ugyanis egyre jobban azt tapasztaljuk, hogy a gazdasági tudás is előny számít a munkaerőpiacon. A képzésen a résztvevők vállalkozói ismereteket és az üzleti életben fontos tudnivalókat sajátítanak el. A tanfolyam végén egységes európai gazdasági oklevelet kapnak. Ez egy nemzetközi oklevél. Az a világ 26 országában elfogadott, Szerbiában is. Szerbiában is van már egy EBCL központ Belgrádban. Így már egy olyan oklevelet kapnak azok a résztvevők, ami a világon bárhol elismert. A képzésnek több modulja is van, mi csak az első moduljával fogunk foglalkozni, vagyis az A modullal, ez 4 részből áll, ez pedig elsőként a mérlegfelépítésről szól, hogyan is kell beindítani egy vállalkozást úgy általánosan, illetve utána bővebben, hogy hogyan is néznek ki a szerbiai törvények, esetleg milyen pályázási lehetőségek vannak, hiszen a Nemzeti Foglalkozási Szolgálat is ad egy kezdő támogatást a munkanélkülieknek, amennyiben vállalkozást indítanak be. Majd a 3. modul egy kicsit ugye a jogi részbe is bele kell tekinteni, mégpedig a társadalmi és a gazdasági jog, és a 4. modul az pedig maga a költségszámítás, ugye ez a legfontosabb. Nem csak azt, hogy hogyan is kell vezetni egy számlatömböt, hanem a legeslegapróbb részből, hogyan kell egy éves tervet elkészíteni, hogyan kell leadni az évvégi jelentéseket. Tehát gyakorlatilag mindazt, amit egy könyvelői cég elvégez, ugyanazt a kezdővállalkozók is megtanulhatják. Azért fontos az, hogy ezeket az ismereteket ők is elsajátítsák, annak ellenére, hogy persze mindenkinek van saját könyvelője. Az ingyenes EBCL képzésen 15 fő vehet részt. Az előadásokat péntek délutánonként tartják. Az egyetlen egy feltételünk, hogy minimum középiskolai végzettsége legyen, és kihangsúlyoznám, hogy bármilyen középiskolai végzettség megfelelő. Tehát amennyiben a 3 éves középiskolát fejezte be az illető, nyugodtan jelentkezhet a képzésre. A mi elvárásaink az, hogy kitöltsék az Europass vagy Europass önéletrajzot, ami most már a világon szintén minden ponton elérhető és minden nyelven elérhető, és ez számít most már nálunk is elfogadott önéletrajz mintának. Ez, illetve a másik mellékelt dokumentum is megtalálható már a www.probitas.rs honlapon. A másik mellékelt dokumentum pedig egy motivációs levél. A motivációs levélnek a tartalma az kell, hogy legyen, hogy mi lássuk, hogy igazából mennyire érdekelt, mivel ez 64 órás képzés, mennyire motivált, mert azért itt számítani kell, több hónapos képzésről van szó, és ténylegesen szeretnénk olyan fiatalokat, vagy akármilyen korosztályú személyeket felvenni, akik be is fogják fejezni a képzést. Úgyhogy a motivációs levélbe azt kell leírni, hogy mit is szeretnének, miért kell nekik, és mégis hogyan képzelik el a
jövőben a munkájukat, amennyiben tudják hasznosítani ezt a képzés által megkapott oklevelet. A kézfogás projektumot az IPA határon átnyúló együttműködési program támogatja, az Európai Unió a társfinanszírozó. Mivel a projektumot partnerszervezettel valósítjuk meg, Magyarországon kecskeméti és bajaiak a partnereink, illetve hát szerbiai oldalon pedig a kanizsai Knesa Oktatási és Művelődési Intézet. Mivel a Knesa már regisztrált LBCL-LCDL központ, ezért úgy döntöttünk, hogy ha már partnerek vagyunk, akkor ők biztosítják nekünk az előadót, tehát ez azt jelenti, hogy kanizsai előadónk lesz, aki heti egyszer fog eljönni a képzést megtartani. A Probitas azt szeretné, ha az LBCL képzéssel a résztvevők hasznosítható gazdasági ismereteket sajátítanának el. A célunk az, hogy olyan személyeket oktassunk ez a képzés által, akik ténylegesen tudják használni azt a tudást, amit itt elsajátítanak. Tehát az LBCL mindenhol elérhető. Elég változó a tartalma, de igazából az adott országhoz alkalmazkodik. Tudjuk azt, hogy Szerbiában hogyan is néz ki a jogrendszer, de azok, akik kezdővállalkozók, ezzel nem igazán kerülnek addig közelbe, amíg nem kezdenek el egy vállalkozást indítani. Akkor ismerik meg igazán a bürokráciai oldalt, és akkor ismerik meg igazán, hogy mik is azok a papírok, dokumentumok, amiket ki kell tölteni. A képzésünkkel az a célunk, hogy ezeket az embereket szeretnénk főként segíteni, hogy ha már elhatározták magukat, hogy igenis vállalkozást indítanak, akkor legalább ezt a részét segítsük, hogy a dokumentumokat tudják kitölteni, el tudják készíteni az évi jelentéseket, akár könyvelői segítséggel, akár anélkül, tudják vezetni a számlatömböket, a számlajelentéseket, mert az ellenőrzések bármikor jöhetnek, viszont amennyiben ez nem pontos, akkor utána ugye problémák okozhatnak. Az LBCL tanfolyamra február 28-áig lehet jelentkezni a Probitasnál. A tanfolyam március elején kezdődik. A Nemzetközi Valuta Alap, vagyis az IMF célja a nemzetközi monetáris együttműködés elősegítése, a nemzetközi kereskedelem bővítése és kiegyensúlyozott növelése, valamint az árfolyam stabilitás megteremtése. Emellett segítséget nyújt a fizetési mérleg hiányának rendezésében, pénzügyi erőforrások biztosításával. Az IMF tehát a nemzetközi monetáris rendszer egészének nehézségeit próbálja megoldani. A Nemzetközi Valuta Alap pénzügyi forrásai két részből tevődnek össze. A rendes vagy általános forrásokból, amelyek a tagállamok kvóta befizetéseiből adódnak, és hitelforrásokból, vagyis idegen forrásokból. Az IMF hitelezési gyakorlata a nemzetközi pénzügyi rendszer zavartalan működését kívánja elősegíteni. Hiteleit a tagországok a befizetett alaptőke részesedésük, tehát kvótájuk arányában vehetik igénybe, megállapodás alapján. Az IMF hitelek feltételhez kötöttek, adott ország kötelezettséget vállal a korábban folytatott és kedvezőtlen eredményt elért gazdaságpolitika kiigazítására. A tagállamok a hitelfelvétel kapcsán szándéklevélben fogalmazzák meg azokat a gazdaságpolitikai vállalásokat, amelyeket a hitel elnyerése érdekében megvalósítani szándékoznak. Az IMF hiteleknek több formája van. A legjellemzőbb a készenléti hitelmegállapodás, amely a makrogazdasági és pénzügyi stabilizációt szolgálja. A szerkezet átalakító és egyensúlyjavító hitelt a legalacsonyabb jövedelmű tagországoknak adják, azzal a céllal, hogy a makrogazdasági programokat segítsék az egyensúly megteremtése érdekében. Emellett létezik még az adósság és adósság szolgálat csökkentésének finanszírozása, a gazdasági átállás elősegítésére nyújtható hitel, valamint a természeti katasztrófákhoz kapcsolódó finanszírozás. Dánia, Svédország és Norvégia nagykövetei megbeszélést folytattak Szabadka polgármesterével. Sasa Vučinić a találkozó után elmondta, a küldöttséggel befektetési lehetőségekről, a kereskedelem és a palicsi turizmus fellendítéséről tárgyaltak. A látogatás során a delegáció megismerkedett a város politikai és gazdasági helyzetével is. Egy itteni külföldi befektetés nem csak Szabadka, hanem Szerbia számára is nagy jelentőségű lenne, hangzott el a találkozón, hiszen ezzel a munkanélküliek száma is jelentős.
jelentősen csökkenne. A három ország nagykövete most először járt Szabadkán. Szerbia rendelkezik a leggyengébb hitelminősítéssel a régióban, ez pedig nem segíti a beruházók idevonzását, mondta dr. Mirojub Labus közgazdász a Szabadkai Városházán. A szakember a Magyar Közgazdásztársaság vendégeként látogatott a városba. Labus úgy véli, hogy Szerbia kilábalt a recesszióból, a válságból azonban még nem. Ehhez ugyanis több év szükséges. A hatalmas munkanélküliség, a magas költségvetési hiány kezelése hosszú folyamat lesz. Szerinte ahhoz, hogy valódi gazdasági javulásról beszélhessünk, strukturális változásokra van szükség. A közgazdász előadásáról bővebben jövő héten számolunk be. Jelentős inflációcsökkenésre számít az év második felétől a Szerbiai Nemzeti Bank kormányzó helyettese. Bojan Marković szerint év végére a pénzromlás így 6%-os lesz. Úgy véli, az évközi infláció az első negyedév végén, illetve a második negyedév elején lesz a legmagasabb. Az év derekától azonban csökkenni fog. Elsősorban a monetáris politika intézkedéseinek és az élelmiszerárak várható stabilizációjának köszönhetően. A topolyai község civil szervezetei idén is 3 millió dinárra pályázhatnak. Az eszközöket a költségvetési megszorítások ellenére nem csökkentették. Támogatják majd a községben működő önkéntes tűzoltó egyesületeket is. Két kategóriában is pályázhatnak a civil szervezetek. 2 millió dinár jut programjaik és rendezvényeik támogatására, 500 ezer dinár pedig a fenntartási költségek fedezésére. A 9 önkéntes tűzoltó egyesület 500 000 dinárra pályázhat. Az eszközöket nem csökkentették az anyagi nehézségek ellenére sem. Sajnos a tavalyi évhoz viszonyítva ez az összeg maradt akkora, amekkora, tehát nem is növekedett, nem is csökkent. Ez most egyrészt pozitív olyan irányból, hogy a költségvetést ugye általában 5-10%-ig minden pozíción csökkentettük, tehát mindenhol drasztikus csökkenések voltak véve, itt ezen a pozíción nem lett csökkenés beleéve. A topolyai községben az elmúlt 3 évben mintegy 20%-kal csökkent a kérvényezők száma. Az idén mintegy 60 szervezet pályázatára számítanak. Minden évben valamilyen számú csökkenés tapasztalható volt, tehát mondjuk rá, ha 3 évvel ezelőtti kimutatásokat megnézem, ahol még 80 civil szervezet adta be a kérelmét, ahhoz viszonyítva mondjuk rá tavaly már csak 60, tehát valamilyen csökkenés azért mutatkozott, amit gondolom, hogy a pénzhiány is előidézett. Valószínűleg, hogy most is lesz valamennyi csökkenés. A taglétszámot az idén is figyelembe veszik. Több pénzre számíthatnak a nagyobb civil szervezetek. A pályázatokat március 4-ig lehet átadni. Gazdasági hírek, riportok, interjúk a Pannonia TV-ben, a Corvinus ZRT támogatásával.